29. Alvin Hooks a bíróság előtti vádbeszédében hidegvérű gyilkosként jellemezte a vádlottat, aki elhatározta, hogy megöl egy másik embert, és tervét végre is hajtotta. Azt mondta, Kabuo miyamoto gyűlölet és hidegkétségbeesés és hajtotta, miután annyi évig sóvárgot elveszett eperföldjük után, Idén szeptember elején abban a helyzetben találta magát, hogy örökre búcsút mondhat neki. Ment Ole Jurgenzenhez, tőle azt hallotta, hogy a föld már elkelt, ment Karl Heinéhez, aki elutasította. Órákig töprengett ezen kinn a tengeren, még végül arra a következtetésre jutott, hogy ha csak nem csinál valamit, családi birtoka, az ő szempontjából ez az ő családi birtoka volt, örökre kicsúszik a kezéből. Mivel olyan ember, amilyen, erős, vakmerő, fiatalabb korában kiképezték a botharcra, egy bizonyos Viktor Mepőz főtörzsőrmester úgy írta le a bíróság előtt, mint aki nem csupán képes elkövetni egy gyilkosságot, de hajlandó is rá, ez az erős, hidegvérű, érzéketlen ember elhatározta, hogy megoldja a problémáját. Eldöntötte, hogy elveszi az életét annak az embernek, aki közte és a vágyva vágyott föld közé állt. Úgy vélte, hogy ha kár helyne meghal, Ole eladja neki azt a hét hektárt. Így hát követte kart a hajózó csatorna zátonyainál levő halászterületre. A nyomába erett, mögötte vetette ki a hálóját és figyelte, ahogy a köd mindent elnyel a motor türelmes volt, éjfélig várt, hogy megtegye, amit a fejében forgatott. Tudta, hogy kar nincs messze, legfőjebb 150 méternyire, hallotta a motorja hangját a ködben. Figyelt, és végül fél kettő felé megszólaltatta a kötkörtöt, ímódon módon csalva magához áldozatát. Karl magyarázza Alvin Hux, a hálóját maga mögött húzva előbukkant a ködből, Éppen beemelni készült a lazacokat, és ott találta a vádottat, Kabó Miyamotót sodródva, amint segítségre van szüksége. Ez az a fordulat, mondta az ügyész, ahol kétségtelenül a legborzalmasabb formában nyilvánul meg a vádlott álnoksága, mert kihasználta a halászoknak azt a szokását, hogy mindig segítenek egymásnak a bajban, és annak a barátságnak a maradékát, amely gyermekkorában összekötötte Karlal. Karl mondhatta neki, sajnálom, ami kettőnk között történt, de itt kint a vizen, a ködben sodródva a segítségedet kérem. Kérlek, kösd ki mellettem, segíts, Karl! Kérlek, ne hagyj itt! Képzeljék el, könyörgött Alvin Hux az esküdteknek, előrehajolva, kitárt tenyérrel, mintha Istenhez imádkozna, képzeljék el, ez a jó ember megáll, hogy segítsen ellenségén az éjszaka közepén, a tengeren. Oda kötözi hajóját az ellenségéhez, és miközben gyorsan rögzít egy kötelet, önöknek feltűnik, hogy sehol egy küzdelemre utaló jel, olyan alávaló volt a vádlott árulása, ellensége átugrik a hajója fedélzetére, kezében a csákjával, és fejbeveri. Így tehát ez a derék ember holtan esik össze, vagy csak nem holtan. Öntudatlan, halálos sebet kapott. Képzeljük el, folytatta Alvin Hughes, ahogy a vádlott átlöki Karl helynét a hajó párkányon, a locsanást a fekete, éjszakai vizen. A tenger összezárul Karl helyne fölött, beszivárog a zsebórájába, egy óra 47-kor megállítja, ezzel mutatva a halál időpontját, a vádlott pedig ott áll, figyeli, amint nyomot nem hagyva összezárulnak a habok. De a felszín alatt adagály áramlata mozog, erősebben, mint azt a vádlott gondolná, és belesodorja Kart a saját hálójába, amely még mindig a hajó mögött húzódik. Gumó veraljának csatja beleakad a hálóba, és Karl ott függ a tenger mélyén, kabó bűnének bizonyítéka, várva, hogy megtalálják. Ez volt az egyike annak a három dolognak, amire a vádlott nem számított, maga a tetem, a véres csákja és a kikötőkötél, amelyet maga mögött hagyott, annyira sietősen távozott a gyilkosság színhelyéről. Most itt ül önök előtt, mondta Alvin Hooks az esküdteknek. Itt van a törvény színe előtt, a feltárt bizonyítékokkal, az elmondott tanúvallomásokkal együtt a tények napvilágra kerültek, a viták lezajlottak, az igazság nyilvánvaló. Nincs többé bizonytalanság, és az esküdteknek az a dolguk, hogy teljesítsék kötelességüket Izland megye lakóival szemben. Ez nem valami örömteli alkalom, emlékeztette őket Alvin Hooks. Itt egy előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságról van szó. Végső soron az igazságról van szó. Arról van szó, hogy tisztán látjuk-e a vádlottat, meglátjuk-e benne és az ügy tényeiben a magától értetődő igazságot. Jól nézzék meg, hölgyeim és uraim, a vádlottat, ahogyan ott ül. Nézzék a szemét, az arcát, és kérdezzék meg maguktól, mi a kötelességük ennek a közösségnek a polgáraival szemben. Nels Gudmudzon, mint az egész szárgyalás során, most is azzal a vén emberes ügyetlenséggel tápászkodott fel, amit síralom volt látnia a galéria közönségének. Most arra megtanulták, hogy türelmesek legyenek vele, amíg a torkát köszörülő és beletüsszög a zsebkendőjébe. Már várták, mikor akasztja be hüvelykújjait a nadrág tartó apró, fekete gombjai mögé. Az esküdtek megfigyelték, hogy a bal szeme úszkál, hogy elhomályosodott gömbje üvegesen csillantja a fényt, miközben ide-oda forog üregében. Nézték, ahogyan összeszedi magát, és harákol beszéd előtt. Mérsékelt hangon, a lehető legmértéktartóbban adta elő ez a tényeket a maga szempontjából. Kabuomi Yamoto elment Ole Jurgenzenhez, hogy a földje felől érdeklődjék. Mr. Jürgensen Karl helynéhez utasította, akit Kabuó föl is keresett. Beszéltek egymással, Kabuó azzal ment el, hogy Karl fontolóra veszi a dolgot. Ebben a hídben várakozott. Várakozott, és szeptember 15-én éjszaka a körülmények végzetes egybeesése kivitte a ködben a hajózó csatorna zátonyaihoz, ahol Karlnak műszaki hibája támadt. Kabuó megtette, amit tehetett ilyen körülmények között, hogy segítsen barátján, akit gyermekkora óta ismert. Végre folytatta Nelz, beszélhettek a földről, és maguk között megoldották a problémát. Hazután Kabuó Miyamoto ment a dolga után, és hajnalig halászott. Másnap pedig letartóztatták. Arra nincs semmiféle bizonyíték, mondta Nelz Gudmudzon az esküdteknek, amely azt sugalná, hogy a gyanúsított gyilkosságot tervezett volna, amikor kifutott a tengerre. A vád egyetlen parányi bizonyítékot sem tudott felmutatni, amely az előre megfontolt szándékot támasztaná alá. Egyetlen tanút sem állítottak, aki arról beszélt volna, mi járt a gyanúsított fejében a Karl halála előtti napokban. Senki sem ült kabuó mellett a kocsmában. Nem hallotta, amint kirohant karhelyne ellen, vagy közzi, hogy meg akarja ölni. Egyetlen boltból sem hosszak olyan nyugtát, amely az bizonyítaná, hogy emberölésre alkalmas fegyvert adtak volna el, egyetlen naplóbejegyzés, lehallgatott telefonhívás vagy éjszakai beszélgetés sem tanúskodik erről. A vád nem bizonyította be minden észszerű kétséget kizáróan, hogy a büntettet, amivel a gyanúsítottat vádolják, csak ugyan elkövették. Több, mint észszerű kételyek vannak, tette hozzá Nelz, épp amikre szükség van. Az észszerű kételyek miatt, hangsúlyozta, az esküdszék nem hozhat elmarasztaló ítéletet. Az államügyész, folytatta Nelz Gudmudzon, abból a feltételezésből indul ki, hogy önök, hölgyeim és uraim Fogékonyak az előítéletekre épülő érvelésre. Arra kérte önöket, jól nézzék meg a gyanúsított arcát, feltételezve, hogy mivel a gyanúsított japán származású, önök ellenséget látnak benne. Végül is nem olyan régen hazánk háborúban állt a felkelő nap országával és annak félelmetes, jól képzett harcosaival. Valamennyien emlékeznek még a híradókra és a háborús filmekre. Mindnyájan emlékeznek azoknak az éveknek a borzalmaira, Mr. Hooks erre számít. Számít arra, hogy önök szenvedélyeik hatására cselekszenek, amelyek a tíz évvel ezelőtti háborúból maradtak meg. Arra számít, hogy önök emlékeznek erre a háborúra, és úgy látják Kabuo miyamoto mint akinek köze van a háborúhoz. Hölgyeim és Uraim, érvelt Nez Gudbudzon, hadd emlékeztessem magunkat, hogy Kabul-Miamutónak csak ugyan van köze a háborúhoz. Többszörösen kitüntetett főhadnagy az Egyesült Államok hadseregének harcolt ezért az országért, az Egyesült Államokért, az európai hadszintéren. Ha az érzelmek hiányát, ha a csöndes büszkeséget látják az arcán, akkor az a büszkeség és érzéketlenség a háborús veteráné, aki ide tért haza. Visszatért, hogy az előítéletek áldozata legyen belőle, tévedés ne essék, ez a tárgyalás az előítéletek tárgyalása, abban az országban, amelyért harcolt. Hölgyeim és uraim, folytatta Nelz, talán létezik olyan dolog, hogy végzett. Talán Isten valami kifürkészhetetlen okból lenézett és megengedte, hogy a gyanúsított ide jusson, hogy élete az önök kezében legyen. Valamilyen baleset folytán elhunyt Karl Heine egy olyan pillanatban, amely a legkevésbé sem kedvező, a legkevésbé sem szerencsés a gyanúsított számára. Mégis így történt. Így történt, és Kabó Miyamotóból vádlott lett. Itt ül az önök ítéletét várja abban a reményben, hogy noha a végzet ellene fordult, az emberi lényekre hatnak az észérvek. Vannak dolgok a világegyetemben, amelyek fölött nincs hatalmunk, és vannak, amelyek fölött van. Az önök feladata, hogy közös fontolgatásaikban ne hátráljanak meg egy olyan világ előtt, ahol a véletlen szeszélye szerint mennek tönkre a dolgok ám esküdjék összevégzett, véletlen egybeesés, baleset, az emberi lényeknek az észre hallgatva kell cselekedniük. Így tehát Kabó Miyamoto szemének vágása, az ország, ahol szülei születtek, mindezek a tények nem befolyásolhatják az önök döntését. Amerikaiként kell megítélniük, aki törvényhozásunk előtt egyenlő minden más amerikaival. Ezért hívták önöket ide. Ezt kell tenniük. Öreg ember vagyok, folytatta Nels Gudmudzon. Már nem járok valami jól, az egyik szemem használhatatlan. Fáj a fejem, gyötör a térdem izületi gyulladása. Mindennek a tetejébe az éjjel csak nem megfagytam, ma pedig elnyűt vagyok, egy szemhunyás sem aludtam. Így aztán önökhöz hasonlóan abban reménykedem, hogy ma meleg lesz, és ez a vihar, amelytől minnyáján szenvedünk, véget ér. Szeretném, ha még sok éven át kellemesen folytatódna az életem. Ez az utolsó kívánság, magam is elismerem, nem olyasmi, amire igazán számíthatok, ha az elmúlt tíz évben nem valósult meg, alig ha valósul meg a következő húszban. Az életem a vége felé jár. Hogy miért mondom el mindezt? kérdezte el Gudmudzon, közelebb lépve az esküdtekhez. Azért mondom, mert öregember lévén hajlamos vagyok önöktől eltérően a halálhoz képest látni a dolgokat. Olyan vagyok, mint egy utazó, aki a marsról jött, és döbbenten nézi mindazt, ami itt folyik. Azt látom, hogy ugyanazt az emberi gyarlóságot adják tovább egymásnak a nemzedékek. Újra és újra ugyanaz a szomorú emberi gyarlóságot. Egymást gyűlöljük, eszelen félelmek áldozatai vagyunk. Semmi sincs az emberi történelem folyamában, ami arra utalna, hogy változtatni fogunk ezen. De bevallom, elkalandoztam. Pusztán arra akarok rámutatni, hogy egy ilyen világban önök csupán saját magukra támaszkodhatnak. Mindegyiküknek külön-külön egyedül kell meghozniuk a döntést. A közömbös erőket fogják-e támogatni, amelyek szüntelenül összeesküdnek az igazságtalanságra? Vagy szembeszállnak ezzel az áradattal és igaz emberként viselkednek? Az Isten nevében, az emberiesség nevében tegyék eskütti kötelességüket. Találják Kabó ártatlannak az ellene felhozott vádban, engedjék haza a családjához. Hadd térjen vissza ez a férfi a feleségéhez és a gyermekeihez. Engedjék szabadon, ahogy kell. Lev Fielding lefelé nézett a pulpitusról, balmutató ujja az orrán pihent, állát a hüvelyk ujjára támasztotta. Mint mindig, most is fáradtnak tűnt, mintha alig bírna ébren maradni. Legjobb esetben is csak féligébernek látszott, lelógó szemhéjával, elnyílt szájával. A bíró egész délelőtt feszengett, az a bőszítő érzése volt, hogy nem jól tette a dolgát, nem megfelelően vezette a tárgyalást. Emelkedett szakmai elveket képviselő, körültekintő, megfontolt, igényes bíró volt, aki álomkórosan is ragaszkodott a törvénybetűjéhez. Még sohasem elnökölt előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság ügyében, és kényes helyzetben érezte magát, ha az esküszék azzal tér vissza, hogy a vádlott bűnös, egyedül neki kell meghozni az ítéletet, hogy fölakasszák-e vagy sem. Le Fielding bíró föltápászkodott, megigazgatta a talárját, az esküdtekre nézett. Ez az ügy közölte. A végéhez közeledik! Még néhány perc, és önök visszavonulnak az önöknek fenntartott helyiségbe, ahol megvitatják az ítéletet. E véget, hölgyeim és uraim, a bíróság megbízza önöket, hogy vegyék figyelembe a következőket. Mindenek előtt, amennyiben a vádlottat bűnösnek találják, meg kell győződniük arról, hogy a vád egyetlen eleméhez sem fér észszerű kétej. Jól értsék meg, észszerű kétej. Ha marad önökben észszerű kétej, amely elbizonytalanítja önöket az igazsággal kapcsolatban, akkor nem találhatják bűnösnek. Ez törvény szabta kötelességük. Nem számít, milyen erős önökben a készletés a másfajta döntésre, csak akkor hozhatnak ítéletet, ha biztosak benne, hogy ezt minden észszerű kétejen túl helyesen megtehetik. Másodszor folytatta. Nem feledkezhetnek meg a vád sajátosságáról, és csak is a vádról ítélhetnek. Csupán egyetlen dolgot kell eldönteniük, a vádlott bűnöse előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságban, vagy sem, és semmi más. Ha úgy döntenek, hogy valami másban bűnös, gyűlöletben, testi sértésben, erős felindulásban elkövetett emberölésben, Önvédelemből, hideg fejjel, szenvedélyből, gondatlanságból elkövetett emberölésben az itt nem számít. A kérdés az, hogy vajon az önök előtt álló férfi bűnöse előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölésben. A szándékos emberölés pedig, hölgyeim és uraim, magában foglalja az előre eltervezettséget. Olyan vád ez, amely szerint a bűn elkövetője előre megfontolt, hidegvérrel elkövetett gyilkosságban védkes, hogy előre tervezett, tudatos döntéssel cselekedett. És itt lesz nehéz az esküdtek dolga, mert az előre megfontolás elmeállapot és nem látható közvetlenül. Az előre megfontolásra csak a bizonyítékok alapján lehet következtetni, ez csak a tettekből következtethető ki, az önök előtt tanúskodó emberek szavaiból, viselkedéséből, párbeszédeiből és az önök elétát bizonyítékokból. Csak akkor tarthatják bűnösnek a vádlottat, ha úgy találják, hogy megtervezte, szándékosan elkövette azt a tettet, amellyel vádolják. Jól értsék meg, előre megfontolt gyilkosságról van szó. Azaz, azzal a tudatos szándékkal kereste meg áldozatát, hogy előre kitervelt gyilkosságot kövessen el vagyis nem a pillanat hevében, vagy az elszabadult erőszak véletlen eredményeként következett be, hanem eltervezték, és egy gyilkosságra elszánt ember végrehajtotta. Így hát a bíróság ismét felszólítja önöket, hogy csupán az előre megfontolt gyilkosságról döntsenek, semmi másról. Minden észszerű kétején túl meg kell győződniük egyetlen egy dologról, hogy az ügy vádlottja előre megfontolt tudatos gyilkosságban bűnös. Abban a hitben választották ki önöket eskütnek, folytatta le Fielding bíró, hogy valamennyien képesek félelem, elfogultság, előítélet, részrehajlás nélkül ítéletet hozni, józanésszel és tiszta lelkiismerettel az önök elétárt bizonyítékoknak megfelelően az előírásokkal összhangban. Esküdszéki rendszerünk célja, hogy a különböző eskütti álláspontok ütköztetésével viták során születhessen meg az ítélet, feltéve, ha ez észszerűen, kinek-kinek a lelkiismerete szerint történik. Az esküdteknek nyitottnak kell lenniük társaik véleményére és érveire. A törvénynek nem az a célja, hogy az esküt azzal a szilárd elhatározással lépjen be az esküdtek szobájába, mi szerint az ügyben hozott ítéletnek az ő pillanatnyi véleményét kell tükröznie, nem is az, hogy elzárja fülét eskütt társai, akikről a magáihoz fogható becsületességet és értelmességet kell feltételeznie véleménye elől. Röviden, önöknek meg kell hallgatniuk egymást, maradjanak elfogulatlanok, legyenek észszerűek. A bíró elhallgatott, és várt, hogy a szavai leülepedjenek sorra a szemébe nézett minden eskütnek. Hölgyeim és uraim, sóhajtotta. Mivel bűnügyről van szó, ítéletüknek bűnöse vagy sem, érthető módon egyhangúnak kell lennie. Ezzel nem sürgetni akarjuk önöket, azt sem akarom, hogy bárki úgy érezze, feltart bennünket, többieket a töprengésével. A bíróság már most megköszöni, hogy részt vettek ezen a tárgyaláson. Nincs villany, önök nehéz éjszakákat töltöttek az emiti harbor szállodában. Nem könnyű az ügyre összpontosítaniuk, miközben otthonuk, családjuk, szeretteik jóléte miatt aggódnak. A vihart mondta, nem befolyásolhatjuk ennek a pernek a kimenetelét, igen. Ennek az ügynek a befejezése most önöktől függ. Visszavonulhatnak, elkezdhetik a tanácskozást. 30. Délután háromkor Kabuo Miyamoto ügyének eskütyei kisorjásszak a teremből. Két riporter közönösen beszélgetett, kezüket a tarkójuk mögé kulcsolták, és veszedelmesen billegtek a székükön. Éből Martinson megbilincselte a vádlottat, azután megengedte, hogy a felesége még egyszer beszéljen vele, mielőtt lekísérte volna a pincébe. Ki fog szabadulni? mondta az asszony. Azt fogják tenni, ami helyes, majd meglátod? Nem tudom, felelte a férfi. De mindenképpen szeretlek, Hacue. Mondd meg a gyerekeknek, hogy őket is szeretem. Nels Gudmudzon összeszedte a papírjait és a táskájába tette. Ez szomsz nagylelkű hangulatában nem küldte el a tárgyalóteremből a közönséget. Megértette, hogy a polgárok nem találnak meleg helyet, ahová elmehetnének. Sokan lankattan gunnyasztottak a padokban, vagy a sorok között járkáltak, az ügyről beszélgettek halk töprengő hangon. Ed a háta mögé dugott kézzel, egy királyi lakály alázatos tartásával állt Filding bíró irodájának ajtaja mellett, egykedvűen szemlélve a világot. Alkalmanként megnézte az óráját. A galérián Ismael Chambers töprengett a jegyzetei fölött, időnként Hatsue a ra pillantva. Reggel, amikor a vallomását hallgatta, élesen tudatosodott benne, hogy mi az, amit csak ő tud erről az asszonyról, megértette, mit suhannak a szavai, mit jelentenek az elhallgatásai. Inni akarta Hatsue illatát, kezével akarta érinteni a haját sokkal erősebben kínoszta a Hatsue iránti reménytelen vágy, mint az a kívánság, hogy ismét egész ember legyen és más életet éljen. Philip Milholland feljegyzései a nadrágja bal lapultak, csupán annyit kellett tennie, hogy föláll, oda megy ez és közli vele, hogy Fielding bíróval szeretne beszélni. Azután előveszi a följegyzéseket, széthajtja a lapokat, Szomsz arcába néz, majd ismét elteszi a lapokat, és betörtet a bíró irodájába. Akkor le Fielding lepillant a szemüvegén át, kicsit közelebb húzza a gyertyatartót, a reszkető láng jobbra barra libben, majd végül ismét fölsandít Izmaelre, miközben Philip Milholland följegyzéseit fontolgatja. A teherhajó egy óra kor kezdett kanyarodni. Karl Heine órája egy óra 47-kor állt meg. Önmagáért beszél. Mi is volt Nesgudmudzon zászavában? Az államügyész abból a feltételezésből indul ki, hogy önök, hölgyeim és uraim, fogékonyak az előítéletekre épülő érvelésre. Számít arra, hogy önök szenvedélyeik hatására cselekszenek, amelyek a tíz évvel ezelőtti háborúból maradtak meg. De tíz év egyáltalán nem olyan hosszú idő, és hogyan is tudná túltenni magát a szenvedélyen, amely továbbra is éli saját független életét, ugyanolyan tapinthatóan, mint fantom végtagja, amelyből régóta nem hagyja kírtani az idegeket? Ami akar, az hacu! Hatszú -e. Hacójétól is a történelem rabolta meg, mert a történelem szeszélyes és közömbös a magánvágyakkal szemben. Ott van az anyja, hitével az Istenben, aki közömbösen félreállt, miközben Erik Bledszó elvérzett a hullámverésben. Azután ott volt az a fiú a kórházhajó fedélzetén, akinek az ágyékán átvérzett a nadrág. Ismét éra pillantott. Ált a japán sziget lakók kis csoportjában, akik halkansuk egymás között az óráikat nézegették és várokoztak. Szemügyre vette rakott szoknyáját, a blúzt, vállán hosszú ég alakú varrással, tarkóján szoros konyba tűzött haját, a kezében tartott egyszerű kalapot. És az az ernyetten kecses kéz, a cipőkhöz illeszkedő bukacsontok, az egyenes hát, a kifinomult, mesterkéletlen testtartás, ez volt az, ami Izmaelt már gyerekkorában megindította. És a só íze az ajkán, amit egy pillanatra megérintett saját fiú ajkaival, miközben üvegfenekű dobozába kapaszkodtak. És minden alkalom, amikor megérintette a testét, meg a cédrus illata. Fölállt, hogy távozzék, és ekkor fölvillantak a tárgyalóterem lámpái. Halk éljenzés söpört végig a galérián, zavart, óvatos, szigeti örömújongás, az egyik riporter a levegőbe emelte az öklét, ez Szomsz bólintott, elmosolyodott. A mindenre rátapadt mogorva szürkeséget felváltotta a fény, amely most különösen ragyogónak tűnt. Villany, mondta Nels Gudmudzon Izmaelnek. Sohasem gondoltam, hogy ennyire hiányozhat. Menjen haza, aludjon egy kicsit, felelte Izmael. Kapcsolja be a fűtést! Nelsz becsattintotta a aktatáskája zárját, megfordította és az asztalra tette. Mellesleg, szólalt meg hirtelen. Mondtam már, mennyire kedveltem az apját? Artur csodálatra méltó ember volt. Igen, helyeselt Izmael. Az volt. Nels torkának bőnyét húzgálta, majd fölvette az aktatáskáját. Nos, mondta, és Izmael szögesse jó szemét, miközben a másik vadul forgott. Üdvözöm az anyját, nagyszerű asszony! Imádkozzunk, hogy helyes ítéle szülessen! Igen, válaszolta Izmael. Úgy van, ez Szomsz bejelentette, hogy a tárgyalóterem az ítélethozat alig vagy délután hatig nyitva marad, attól függ, melyik következik be előbb. Hatkor tudatja az összegyűltekkel a dolgok állását. A ruhatárban Izmael Hiszau imada mellett találta magát, miközben a téli kabátjukat szibálták magukra. Nagyon köszönöm, hogy segített nekünk! üdvözölte Hiszau. Sokkal jobb volt, mint ha gyalog mentünk volna. Nagyon köszönjük! Kimentek az előcsarnokba, ahol Hatsue várakozott a falnak dőlve, kezét milyen a kabát zsebébe dugva. Elvigyen magukat? kérdezte Izmael. Megint arra felé megyek. Az anyám házához. Elvihetem magukat. Nem, rászta meg a fejét Hiszaú. Nagyon köszönjük! Már van, aki elvigyen! Izmael állt, a kabátját gombolta egyetlen kezének ujjaival. Három gombot begombolt, a legfősőtől kezdve, azután keze a nadrág zsebébe siklott, és megpihent Philip Mill holland jegyzetein. A férjem tárgyalása nem tisztességes, mondta Hazue. Ez bele kellene tenned az apád lapjába, Izmael, mindjárt az első oldalra. Arra kellene használnod az újságot, hogy megmondd az igazat hogy az egész sziget lássa, mennyire nem igazság. Csak azért, mert japánok vagyunk. Ez nem az apám lapja, felelte Izmael. Ez az én lapom, Hacue. Én tartom fönn. Kihúzta zsebéből a kezét, és kicsit ügyetlenkedve újabb gombot igazított a helyére. Az anyámnál leszek, mondta az asszonynak. Ha beszélni akarsz velem, ott megtalálsz. Odakint észrevette, hogy a havazás elállt, alig néhány pehely pilinckázott. Kemény, téli napfény szivárgott keresztül a felhők között, az északi szél dermesztően erősen fújt. Most, mintha hidegebb lett volna, mint reggel, a levegő égette az orcimpáit. A szél és a havazás mindent tisztára mosott, a hó recsegett a lába alatt, a szél vonított, más hang nem hallatszott. Tudta, hogy a vihar elvonult fölülük, a legrosszabbon már túl vannak. Mégis vak zűrzavar öntötte el a világot, az autók orral ütköztek a járdaszegének, ott hagyták őket, ahová éppen korcsolyáztak, a kikötő úton egy kolorádó fenyő zuhant a hóra, szilánkos szögekben megtört ágai közül néhány a földbe fúródott. Aztán két kidőlt szédrust látott az úton, Mögöttük a város nagy rész elöntötte a tengervíz. A legszélső szölöpök eltörtek, a szél a külső mólóknak vágta őket, két tucat megdőlt hajócska gyűrődött egymásra, meg a vízbe süllyedt mólókra. A kolorádó fenyő kifordult a földből, a hólepte páfráncsomóval koronázott, borostyán zuhataggal fátyolozott gyökérzete falként merett a több mint hat méteres magasba. Fehér tarajú hullámok kavarogtak a felborult hajók körül, fel alá hintászatták őket és a pallókat, a kabinok tetején, a csörlődobokon, a jó párkányokon megült a hó. Időnként fölágaskodott a tajték, víz söpört végig a fedélzeteken. Most nagyon felerősödött a dagály és a szél, az áramlat keresztül csapott a kikötő bejáratán, zöld lombok, kidőlt fák törött ágai hevertek a tiszta hóban. Izmael életében először gondolt arra, hogy az ilyen rombolás szép is lehet. Nyers, gyönyörű és rendetlen volt a zabolátlan víz, az örjöngő szél, a hó, a kidőlt fák, a süllyedő mólóknak csapódó hajók. Egy pillanatra eszébe jutott Taravalla atoll, a partigát és a pálmák, ahogy sorjában hevertek, mikor a hajóágyúk légnyomása kidöntötte őket. Olyasmi volt ez, amire túlságosan sokat gondolt. Nem csak undorodott tőle, de vonzódott is hozzá. Nem akart emlékezni, és emlékezni akart. Nem igen tudta volna megmagyarázni. Ott állt, az elpusztult kikötőt figyelte, Tudta, hogy van benne valami sérthetetlen, amiről másoknak sejtelmük sem lehet, ugyanakkor nincsen semmije. Tudta, hogy tizenkét éve vár. Várt, anélkül, hogy tudott volna róla, és ez a várakozás valami mélyebb dologgá alakult át. Tizenkét teljes éve várt. Az igazság ott volt az ő zsebében, és nem tudta, mit tegyen vele. Nem tudta, hogyan cselekedjék, és ez a mindent átfogó nem törődömség éppen olyan idegen volt neki, mint a tenger habja, amely megtört a behavazott hajókon és emiti harbor víz alá került mólóinak cölöpein. Semmi sem hordozza a választ, sem az oldalukra billent hajók, sem a kolorádó fenyő, amely megadta magát a hóviharnak, sem a cédrusok letört ága. Izmael szívét fagyos nem törődömség szorongatta. Egy hajóépítőn, aki a Vouthus Kavródon lakott, egy Alexander Van Ness névre hallgató, dereszakáló férfin múlott elsősorban, hogy Kabó Miamotó perében nem született meg az ítélet. Három órán át, este hat óráig mindegyre előhúzta ugyanazt a kérlelhetetlen érvet, hogy Fielding bíró intéseihez a legnagyobb aggályossággal ragaszkodni kell, és hogy léteznek észszerű kétejek. A tizenkét esküt elvitatkozott a két szó jelentésén, aztán az észszerű jelzőn, majd a kettőn együtt. Nos, vonta le a következtetést Alexander Van Ness. Végül is egy érzésről van szó, ugye? Ha én bizonytalannak érzem magam, ha kétségeim vannak, akkor csak ez számít, igaz? Mivel a többiek látták, hogy nem tudják meggyőzni, háromnegyed öt körül lélekben felkészültek egy újabb hosszú éjszakára az emiti harbor szállodában, és a vita másnapi folytatására reggel nyolc órai kezdettel Alexander Van Ness miatt. Nézze! vitatkozott kétségbe esetten Harold Jensen. Senki sem biztos semmiben. Ésszerűtlen dolog ilyen megáltalkodottan makacsnak lenni. Mi itt minnyáján észszerűen gondolkodunk. Maga az a készerűtlen Alex. Értem én, mire akar kiukadni tette hozzá Roger Porter. Tudom, mit akar mondani, Alex, magam is töprengtem rajta. De gondoljon az egyértelmű bizonyítékokra. A kikötőkötél a vádlott hajójáron származik. Ott van a vérecsákja a nyelén. Legfőképpen pedig hazudott az aksival kapcsolatban, ami gyanús. Egyszerűen semmivel sem tud védekezni. Szerintem se, vette át a szót Edith Varzig. Szerintem se tud védekezni. Már az Janus, hogy ott ült, és egyszer úgy beszélt, hogy a serif vallomása követelte, azután más nótát fújt. Egy ember nem váltogathatja így a véleményét, anélkül, hogy másoknak szögetne ütni a fejébe. Magatán nem hiszi, Mr. Van Ness, hogy ez az ember egy hazug? Alex van ez engedékenyen helyeselt, vádlott csak ugyan hazudott. De ettől csak hazug lett, nem gyilkos, nem hazugsággal vádolják. Figyeljen már ide, mondta Harold Jensen. Mit gondol? Mi vesz rá egy embert a hazugságra? Gondolja, hogy egy ember csak úgy hazudozik, minden ok nélkül? A hazugság mindig leplez valamit, akkor mondja az ember, ha nem akarja, hogy az igazság kiderüljön. Ha egy ember hazudozik, ezzel azt sejteti, hogy valamit rejteget, vagy nem értedjet ezzel? Dehogy nem, felelte Alexander Van Ness. A kérdés csak az, hogy mit rejteget. Szükségszerűen azt a tényt, hogy gyilkos? Ebből csak ez következik, ezért semmi más? Nekem kétségeim vannak, ezt próbálom megértetni magukkal. Nem arról van szó, hogy önök tévednek, csupán, hogy kétségeim vannak akkor ezt hallgassa meg! förmett rá Edith Varzik. Tegyük föl, egy ember puskát szorít a fia fejéhez, és egy másikat a feleségéhez. Azt mondja, pont egy perce van, hogy eldöntse, a feleségét vagy a fiát lője le, melyikre lőjön, és ha nem dönt, akkor mindkettőt lelövi. Persze, hogy lesznek kétségei, akárhogy dönt. Valami mindig lehet rágódni de miközben maga rágódik, az az ember meghúzza mindkét ravaszt, és akkor annyi, nem? Le kell gyűrnie a kétségeit, és szembe kell nézni a döntéssel. Ez jó példa, helyesett Alex Van Ness. De én nem vagyok ilyen helyzetben. Akkor nézzük másfelől, szólalt meg Burk Latam, egy Schooner matróza. Mondjuk, egy nagy üstökös, vagy a hold egy darabja áttöri a tetőt, és rásik a maga fejére. Akkor talán jobban teszi, ha répszurukkal a székével, nehogy ez megtörténjen. Akkor is kételkedhet, hogy jó helyen van-e a széke. Mindenben nem lehet kételkedni, Mr. Van Ness. A maga kételjei nem észszerűek. Az lenne észszerűtlen, ha átülnék egy másik székbe, mutatott rá Alex Van Ness. Ugyanolyan kockázatra számíthatok az egész szobában. Ugyanolyan a kockázat a maga székében is bőrk. Emiatt nem érdemes aggódni. Már nem is a bizonyítékokról beszélünk, mondta Harlan McQueen. Ezek az összes kiagyalt példák nem vezetnek sehová. Hogyan győzhetnénk meg Mr. Van Ness arról, hogy mi az észszerű, ha nem vesszük sorra a tényeket, melyeket az ügyész tárt elénk. Ide figyeljen, Mr. Van magánok magának a kikötőkötél nem mond semmit? Azt hiszem, hogy mond, felelte Alex Van Ness. Nekem az annyit mond, hogy Kabó Miyamoto valószínűleg kikötött kár hajója mellett. E felől semmi kétségem. Ez is valami, jegyezte meg Edith Tvarczik. Minden esetre ez is valami. Ott van az a halásságja, folytatta Harlan McQueen. Egy ember vére van rajta, megegyezik Karl Heine vérképével. Ez sem oszlatja el a kételjeit? Nem kétlem, hogy az Karl vére, bólintotta Alex Van Ness. De arra is van esély, hogy a kezéről származik. Azt hiszem, van rá esély. Mindenre van esély, de ha itt is van egy esély, ott is van egy esély, akkor túl sok esély van, és így nem lehet gondolkodni. A világ nem csak véletlenekből áll. Ha valami úgy néz ki, mint egy kutya, és úgy megy, mint egy kutya, akkor az a legnagyobb valószínűséggel kutya, mutatott rá bürke latam. Lehet, hogy ez mindennel így van. Már most meg a kutyákról beszélünk, Kérdezze Alex Van Ness. Hogy jönnek ide a kutyák? Na és ehhez mit szól? Kérdezze Harlan McQueen. A vádlott hallotta, hogy kár holtestét megtalálták, és odament talán a serifhez, hogy elmondja neki, előző éjjel látta kárt odakint halászni? Még azután is, hogy letartóztatták, Váltig azt állította, semmit nem tud erről. Majd később megváltoztatta a történetét, előjött ezzel az akkumulátormesével. Később ezen is változtatott, hozzátette a tartalék akkumulátort, de csak a keresztkérdések hatására. Ezen a ponton a története ellentmond az orvos szakértőjének, és én egy kicsit nehezen tudom elhinni. Én sem hiszek egy szót sem, csatlakozott dőse Ruth Parkinson. Tejesszük már ezt be, Mr. Van Ness, ne viselkedjék észszerűtlenül! Alex Van Ness megdörgölte az állát és felsóhajtott. Nem arról van szó, hogy engem nem lehet meggyőzni mondta. Nem vagyok olyan makacs, hogy ne láthatnám a fényt. Maguk tizenegyen vannak, én meg egyedül. Nekem is van fülem, én is hallottam mindent de nem lehet ennyire sietni és átfutni a dolgon, miközben nekem még mindig vannak észszerű kételjeim, és nem ítélhetjük a vádlottat a hóhér kötelére, vagy ötven év börtönre. Döljön hátra, és lazítson, Mrs. Parkinson! Ennyire nem siethetünk. Már csak nem három órája, mondta bürkelatam. Azt akarja mondani, hogy még jobban lassítsunk? A kikötőkötél és a halászcsákja, ismételte Harlan McQueen. Ebben egyetért velünk, Mr. Vannes? Ez nem elég, hogy tovább haladjunk? Igen, ott van a kikötőkötél, ebben egyetértek. Talán a csákjával kapcsolatban is, de tegyük föl, magával fogok haladni. Akkor hová jutunk? Az eltérő történetek, amiket mondott. Az ügyész igazán sarokba szorította azzal, hogy két akkumulátor volt a fedélzeten. Ha csak ugyan kölcsönadott egyet Karl helynének, akkor csak egy lehetett volna a hajóján. Azt mondta, akkor rakta oda. Elég érthetően elmagyarázza. Az utolsó pillanatban, vágott közbe McQueen. Csak akkor hozakodott elő vele, amikor sarokba szorították, nem? Szépen kitalálta a történetet, de ezt a részletet kifelejtette. Ez igaz, mondta Alexander Van Ness. Csak egy akkumulátornak kellett volna lennie. De tegyük föl, kikötött Karl hajójánál talán megvitatták a föld ügyét, talán Karl támadta meg őt, talán önvédelem volt, vagy hirtelen felindulásban elkövetett emberölés olyan vita közben, ami elfajult. Honnan tudhatjuk, hogy előre megfontolt gyilkosság volt, amelyet korábban eltervezett? Jól van, lehet, hogy a vádlott bűnös valamiben, de talán nem abban, amivel vádolják. Honnan tudhatjuk, hogy azért kötött kikar hajója mellett, mert meg akarta ölni? Hallotta, amit a halászok mondtak, vitázott Roger Porter. Senki sem szállt egy másik hajóra, kivéve a vészhelyzetet. Láthatja, hogy nem mehetett át csupán a beszélgetés kedvért. A halászok nem tesznek ilyet. Ha csupán vészhelyzetben mennek át, válaszolta Alex, akkor nekem logikus az akkumulátor története. Egy lemerült akkumulátor, ez vészhelyzetet jelent. Ez alátámasztja a történetét. Menje már! Tölt ki, Edith fardzik. Harlannak igaza van az akkumulátort illetőleg. Miyamoto egyáltalán nem adhatott kölcsön akkumulátort kar helynének, hisz akkor csak egy maradt volna a hajóján. Ez az akkus mese nem áll meg a lábán. Ez csak trükk volt, magyarázza bürkelatam. Ahogy az ügyész mondta, Miyamoto úgy tett, mintha vészhelyzetben lenne, kar felé sodródott és meglepte őt. Pontosan ez történt. Én nem innék neki, jegyezte meg Roger Porter. Az az ember fenemód tűnik. Ez a trükkös történet, mondta Alex Van Ness. Nekem ez már egy kicsit túl sok. Így sodródik a ködben, pontosan a megfelelő ember felé, akit megszándékozik ölni. Ott van az éjszaka közepén, olyan sűrű ködben, mint a borsóleves, még annál is sűrűbb, és azt várja, hogy majd szépen sodródik, és pontosan azt a hajót találja meg, amit keres? Nekem ez egy kicsit túl sok. Hatkor Elszomsz bejelentette, hogy az esküdtek visszavonulnak éjszakára. Eddig nem született ítélet. A tárgyaló termet bezárják, tette hozzá. Mindenki menjen haza és pihenje ki magát, kapcsolják be a hősugárzót. Holnap reggel kilencre jöjjenek vissza, ha tudni akarják, hogy állnak a dolgok. Az esküdtek megvacsoráztak az Emiti Harbor szállodában, és másról beszélgettek. Alexander van Ness apró falatkákban evett, sűrűn törölgette a kezét a szavétájába, mosolygott a többiekre, és nem szólt semmit. 31. A déli parton még nem állították helyre az áramszolgáltatást, és ahogy Ismael Chambers hajtott a havon, bepillanthatott a gyertyafényes házakba, amelyeket gyermekkora óta ismert. Englundék, Gunnar Torval, Verda Carmichael, Arnold Kruger, Hanszenék, Sivertszenék, Bob Timmons, Krauvék, Dél Papineau, Virginia Gatewood, és Eteringtonék seattle akik hét éve költöztek végleg a szigetre, Izmael szerint most ugyancsak bánhatták. Harminc centis jégcsapok lógtak az ereszekről, a hótorlaszokban át a ház északi falánál, meg kellett volna maradniuk nyaralóknak. Krauvék évekkel korábban elköltöztek, most Nikolász fiúk lakott a házban, rendületlenül folytatva a határháborút Bob Timmonszal, Akinek mostanában visszérgyulladást támadta meg a lábát, és mereven járt, amikor eltakarította cédrus közül a hullott ágakat. Semmi sem változott, és minden megváltozott. Dél-papineu még mindig túl sokat ivott, és nem volt említésre méltó vagyona. Verda Kármisel meghalt. Anyát ismét a konyhában találta, az értelem és érzelem utolsó oldalait olvasta a petróleum lámpa mellett, cukros citromos teát kortyolgatva. A házban is viselte a kabátot és a csizmát, arca kedves és öreg volt, smink nélkül, amiért elnézést kért Izmaeltől. Annyira megöregettem, ismerte el. Amúgy sem lehetne titkolni, Azután, mint előző alkalommal, levest adott neki, a fia pedig elmesélte, hogy az esküdtek nem tudtak megegyezni az ítéletben, és a fények kigyulladtak a városban, a dokkokat pedig lerombolta a viharos szél. Az anyja attól tartott, hogy az esküdteket talán a gyűlölet és az előítélet hajtja majd, remélte, hogy ebben az esetben Izmael vezércikket ír alapjába. Az övé az újság, mondta Helen, ilyenkor ő a felelős, az apja is tudta ezt a maga idejében. Izmael bólintott, egyetértett, írni fog egy kemény vezércikket. Azután azt javasolta, hogy az anyja költözzön hozzá éjszakára, ahol van villany és forró víz. Az anyja csak a fejét rászta, és azt mondta, ő szívesen marad itt a déli parton, Reggel, ha akarnak, elmehetnek Emiti harborba. Így hát Izmael megrakta a konyha is parheltett tüzifával, a kabátját pedig beakasztotta a gardróbba. Philip Mill Holland följegyzései a nadrág zsebében maradtak. Nyolckor visszajött a villany, Izmael bekapcsolta a kazánt. Végigment a házon, leoltogatta a lámpákat, és beindította a fali melegítőket. Tudván, hogy a csövek most kiolvadnak, úgy döntött, leül és hallgatja a magához térő házat. Teát főzött, bement az apja régi dolgozószobájába, ahonnan nappal látni lehetett a vizet és Artur kedvenc rododendronjait. Egyetlen lámpa fényénél csöndben ült apja íróasztalánál, apja székében. Várt, közben a kazán fokozatosan bemelegítette a házat, majd meghallotta, ahogy mozdul a víz a csövekben, zubogni kezdenek a nyitva hagyott csapok. Várt még egy kicsit, aztán ismét végig járta a házat, megnézte, elég erőse a nyomás mindenütt, majd elzárta a csapokat. Úgy tűnt, minden rendben van. Kilenckor az anyja megcsókolta az arcát, és azt mondta, lefekszik. Izmael a teájával visszatért a dolgozó szobába, és elmerengett az apja könyvein. Az apja, akárcsak az anyja, falta a betűt, noha a jó irodalomról vallott felfogása különbözött a feleségétől, általában sokkal kevésbé érdekelték a regények, bár azokból is jó sokat olvasott. Könyvei szép rendben sorakoztak a négy kriptaszerű könyvszekrény üvegezett polcain, Shakespeare összes, Jeff Felson eszéi, Thoreau, Payne Rousseau, Kravaker, Locke, Emerson, Hawthorne, Melville, Twain, Dickens, Tolstoy, Henry Bergson, William James, Darwin, Buffon, Lyell, Charles Lamb, Sir Francis Bacon, G.K. Chesterton, Swift, Pope, Defoe, Stevenson, St. Augustine, Aristoteles, Vergilius, Plutarkos, Platon, Sophocles, Homeros, Dryden, Kalaridzs, Shelley, Shaw. Washington állam története, az olimpiai félsziget története, Izland megye története, kertés kertészet, tudományos mezőgazdaság, a gyümölcsfák és díszbokrok gondozása és ápolása. Apja szerette a gyümölcsfáit. Csöndesen gondozza almáit, rododendronjait, szappanfáit és eperfaösvényeit, a zöldség és virágágyásokat. Az őszi délutánok gerebjével vagy ékelő kalapáccsal a kézben találták. Az egyik évben kifestette az ereszeket és a mazzád a a deszkafalakat, az árnyékos nyári verandát, talált rá időt és örömét lelte benne. Soha sem sietett. Úgy tűnt, nem kíván mást. Esténként olvasott, szundikált a tűz mellett, vagy tempósan dolgozott az íróasztalánál. A dolgozó szobájában két nagy karasztán szőnyeg volt, amelyet egy török hegyi városban készítettek. Egy katona ajándékozta neki, aki mellette harcolt valaha bellő vúdnál. Mindkettőnek voltak csomózott, akkurátusan kifésült bojtjai, liliumos szegélye, díszes medálionjai, aprólékos cikcakjai egymásba illeszkedő nyolc küllős kerekek között, és az egész rusda és narancsszínben lángolt. Az íróasztal is szép volt, az apja maga készítette. Hatalmas cseresznyefa lapja volt, akkora, mint egy angol báró ebédlőasztala, a lap nagy részét füsszínű üveg borította. Izmael emlékezett rá, hogyan dolgozott itt az apja, rendesen kirakva maga elé a papír iratgyűjtőket, sárga író tömbja a jobbján hevert, vastagon tele firkált kartotéklapok sora, vékony átütő papírok fehérben és sárgában, egy álványon egy vastag szótár, egy még vastagabb lexikon, az asztali lámpát egészen odahúzták a nehéz Underwood írógép klaviatúrája fölé, apja lassan, kifejezéstelenül pistok bifokális szemüvege mögött, elmerül a szavakba a puha fénytól csak közepén. Szívélyes, magános, álhatatos arca volt, Izmael megfordult, hogy megnézhesse, mert Arthur egyik portréja a falon lógott a könyves könyvesposztól balra. Ott ült magas, kemény gallérral, nem volt több húsz 21 évesnél, egy fiatal favágó, aki akkor szabadult az erdőből. Izmael tudta, hogy az apja magasztosan romantikus érzésekkel jött ide fát vágni, eleinte nagyszerű hőstetnek, nyilvánvaló sorsának tartotta. Ide jött, majd némi idő elteltével kinőtt belőle és esténként rákapott az olvasásra, az álom sötét mancsként ragadta meg, miközben a többi fiú ivott, mint a kefekötő. Szabad idejében tanult, egy Horáció Alger megfontoltságával tette félre megtakarított pénzét, elindította a saját újságját, elment a háborúba, hazajött, továbbhajtott, hajtott, előre haladt. Folyami görgeteg kövekből, rönkfákból fölépítette a saját házát, mivel feltűnően és csodálatosan erős férfi volt még negyvenes éveiben is. Nem tartotta méltóságán Alulinak, hogy a kertbarátok köréről írjon, az iskolaszék rendezvényeiről készítsen riportot, lovas eseményekről, aranylakodalmakról tudósítson, éppen olyan gondosan nyírta írásait, mint a sövényeit, amikor igyekezett tökéletesre formálni őket. Legjobb formájában is aggályos szerkesztő volt, képtelen volt teljes mértékben elengedni magát, ha ítélkezni kellett. Mivel fölismerte a korlátokat, a világ szürkeségét, megszerette a vízzel körülvett szárazulathoz hasonlóan körülhatárolt szigeti életet, amely a szárazföldektől idegen feladatokat és körülményeket kényszerített a szigetiekre. Az ellenség egy szigeten örökre ellenség marad, mint erre szívesen emlékeztette a fiát. Nem lehetett beolvadni a névtelen háttérbe, nem volt szomszédos közösség, amelyhez oda lehetett csapódni. A szigetiek már csak a táj miatt is kénytelenek odafigyelni minden lépésükre. Senki sem tapos bele a mások érzelmeibe ott, ahol mindenfelé tenger csapkodja a végtelen partot. Ez nagyszerű és szegényes egyszerre, mert azt jelentette, hogy a legtöbb ember odafigyel a másikra, és szegény, mert a szellem beltenyészetét eredményezi, túl sok elhallgatást, megbánást, néma borongást, ennek a világnak alakói reszketve járnak attól való félelmükben, hogy megnyílhatnak. Megítélve és megítéltetve, minden lépésükben előírásosan, ki voltak zárva az elmék mélyen szántó kölcsönös játékából. Nem beszélhettek szabadon, mert sarokba voltak szorítva, akármerre fordultak, vizet és még több vizet láttak, olyan határtalanul temérdeket, amelybe bele lehetett fulladni. Lélegzett visszafolytva, elővigyázatosan haladtak, és ez tette őket, akik odabent voltak, fegyelmezett, kicsi, jó szomszédokká. Arthur bevallotta, hogy nem kedveli, és ugyanakkor mélységesen szereti őket. Lehetséges egyáltalán ilyesmi? A legjobbakat remélte a sziget lakó társaitól, és Istenben bízott, hogy vezérdő a szívüket, bár tudta, hogy a szigetieket megsebezheti a gyűlölet. Izmel apja helyén ülve megértette, hogyan jutott el ő is ugyanerre az álláspontra. Eszébe jutott, hogy az apja fia, és most ugyanazon a magas támlájú vinzol széken borongott, ahol az apja. Eszébe jutott, hogyan követte az apját egy délután, miközben az Eper-fesztivált járva fénykép témák és nyerő idézetek után kutatott. Három órára a nap elérte a gimnáziumi focipálya kapufájának tetejét. Vége volt már a kötélhúzásnak, a zsákban futásnak, a lepényevésnek, Feltartóztathatatlan lankadság öntött el mindent. Itt is, ott is meglett emberek aludtak a fűben, arcukon újsággal. Sok piknikező nyakló nélkül evett, és most nehézkesen tompán ült a szúrós, szigeti napon, amely tiszta, csillogó sugarakkal borította be a tájat. lazatszaga áporodott a levegőben, egy kicsit keserűen, kicsit csípősen az ízzó égerlevelek hosszas füstölésétől, Láthatatlan lepelként takarta a kimerült mulatozókat. Izmael és az apja elhagyták a bódékat, ahol tortát, dobozolt pattogatott kukoricát, karamellás almát árultak, és továbbmentek az eper kiállítás felé. Akkor az apja megállt, a fényképezőgépet a szeme elé kapta, és lefényképezte a gyümölcsöt, amely mindennek a lényegét jelentette, és a szerkezetbe bámulva beszélgetni kezdett. Mr. Fukida, ez rekordév volt az epernek. Milyenek az árak? Mr. Fukida, egy ráncos öreg paraszt, aki overált és ellenző sapkát viselt, túlságosan helyes, túl tökéletes angolsággal válaszolt. Az árak nagyon jó, mondta. Ami azt illeti, kitűnőek, remekül lehet eladni a gyümölcsöt. Mrs. Chambers éppen most vett tizenhat dobozzal. Értem, bólintott Arthur. Tizenhat dobozzal. Akkor biztosan nekem szól majd, hogy segítsek neki. Nagy gondot jelentene, Mr. Fukida, ha megkérném, lépjen egy kicsit balra? Úgy kitűnő fényképet készíthetnék önről és gyönyörűen elrendezett epreiről. Mr. Fukidának Izmael emlékezete szerint, mintha nem is lett volna szeme. A szemhíjai csak nem összeértek, alkalmanként vékony hasadék nyílott közöttük. A hasadék tova futott az acráncai között, és csillogásban ért véget a magas járomcsontoknál, amelyek kiugrottak az egyébként beesett arcból. Mr. Fukida körül gyömbérsör szaga lebegett, és ha elmosolyodott, a fogai nagyok voltak, akár az öreg parti kövek, foghagymaszag is. Mrs. Chambers kitűnőleg várt fog főzni, közölte Arthur nem minden büszkeség nélkül. A fejét csóválta, őszinte mohósággal bámulta az előtte szétrakott gyümölcsöt, az epreket felfordított szédrusládákon rendezték el, súlyosan, tömören, illatosan bíborlottak a fejedelmi bőségben. Királynőknek való, jegyezte meg Artur. Leveszem a kalapom ön előtt. Jó talaj, jó eső, napsütés, hat gyerek. Kell lennie valamilyen titoknak, amiről nem beszél. Párszor magam is igyekeztem epret termelni, ugyanilyen feltételek mellett. Több gyermek, felelte Mr. Fukida, és úgy vigyorgott, hogy aranykoronái villogtak a napon. Több gyermek, igen, ez a titok. Ez fontos, Mr. Chambers. Hát, igyekeztünk, mondta Arthur. Isten a tudója, milyen keményen igyekeztünk. De itt van Izmael, a fiam. Játszva felérő két-három sráccal is. Komoly reményeket fűzünk hozzá. Ó, igen, Bólintott Mr. Fukida. Mi is jó szerencsét kívánunk neki. Úgy hisszük, a szíve erős, mint az apjáé. Az önfia nagyon jó gyerek. Izmael fölment a kopott lépcsőkön a szobába, ahol olyan sok évig aludt, és előkotorta a hajózásról szóló könyvet a gardrobból. Benne volt a kenni Yamashita címzésű boríték a fejjel lefelé fölragasztott bélyeggel, gördülékeny kézírással. Ott volt a rispapírra írt levél, amely ennyi év után gyorsan halványodott, és olyan merev lett, mint télen az avar. Egyetlen kezével is másodpercek alatt porrázúzhatja haszú a levelét, örökre megsemmisítve üzenetét. Nem szeretlek, Izmael, amikor utoljára találkoztunk a szédrus és éreztem, ahogy a tested mozog az enyémen, akkor biztosan tudtam, hogy minden rossz. Tudtam, hogy sohasem lennénk jól egymással. Másodszor olvasta el a levelet, úzták magukhoz az utolsó szavak. A legjobbakat kívánom neked, Izmael. Nagy lelkű, gyengéd és kedves vagy, tudom. Tudom, hogy nagy dolgokra hivattál el ebben a világban, de nekem most el kell búcsúznom tőled. Élem tovább az életemet, amennyire tudom, és remélem, te is ezt teszed. De a háború, a karja, a dolgok alakulása, ez sokat elvett a nagy lelkűségéből. Egyáltalán nem haladt előre. Semmiféle nagy dolgot nem tett a világban, Ehelyett útkövezési tervekről, kertbarát klubok találkozóiról, iskolai atlétákról írt. Így érdegélt már évek óta megtöltötte újságja lapjai szavakkal, eltemette magát a biztonságba, kiszedte a kompmenetrendet, az árapálytáblázatot és a hivatalos hirdetéseket. Talán ez volt az, amit hatszú eszeme jelentett a maritka alkalmakkor, amikor ránézett, Izmael teljesen összetöpörödött az asszony szemében, mert nem azt az életet élte, amire hivatott. Még egyszer elolvasta a levelet, és megértette, Hatsue valaha csodálta őt, mert volt Izmaelben valami, amiért Hatsue hálás lehetett, még akkor is, ha nem szerethette. Ez a rész elveszett az évek során, ez a rész megsemmisült. Eltette a levelet a dobozába, és ismét lement a lépcsőn. Az anyja már halkan horkolt az ágyában, valami reketten fűrészelt a torkában, nagyon öregnek látszott a folyosóról behulló lámpafényben, párnába temetett arcával, mélyen a homlokába húzott hálófőkötővel. Arca a ráncok térképe volt, és ahogy Izmuel ránézett, még erősebben érezte, mennyire fog hiányozni Helen, ha egyszer elmegy. Nem számít, egyet értenek-e Istent illetőleg. Az anyja, aki sohasem mondott le arról, hogy szeresse a fiát. Izmael most már megértette, hogy kiruccanásait a déli partra legalább annyira tette a saját, mint az anyja kedvéért. Évekig bolondította magát, ha másképp hitte. Úgy viselkedett, mintha az anyja halála egy napon, egy napon, amikor szembe kell néznie a ténnyel, hogy Helen halálával egyedül marad ezen a világon, nem okozna neki problémát. Téli kabátban kiment a hidegbe a csillagok alá. Lábai maguktól vitték a szédrus fák közé, az ágak balda hinja alatt beszívta ifjúsága helyének régi aromáját, meg a frissen esett hó üde illatát. Itt a fák tövében a hó friss és érintetlen volt. A cédrusok ága lehajlott a súly alatt, mögöttük ott magaslott a makulátlan decemberi ég, a csillagok dermesző fénypontok voltak. Izmael követte a lábát oda, ahol az apartal találkozott, ahol nyáron vadrózsával és lazac eperrel tűzelten virágzott a lonz, és keresztül vágott a hóval borított páfrányok völgyén, ifjúsága odvas cédrusa felé. Kis időre kabátját szorosan maga köré tekerve beült az üregbe. Belehallgatózott a hótól elnémított világba, egyáltalán semmit sem lehetett hallani. A világ csöngye kitartóan zúgott a fülében, miközben fölismerte, hogy nem tartozik ide, többé nincs helye ebben a fában. Fiatalabb emberek fogják meglelni, hogy rábízzák legmélyebb titkaikat, mint ő és Hacuek. Ők még távol tarthatják maguktól azt, amit Izmael akarata ellenére világosan látott, hogy a világ néma, hideg, mesztelen és ebben rejlik szörnyű szépsége. Fölállt, elindult, kijött az erdőből, és az imada birtok felé tartott. Az ösvény tisztán kirajzolódott az elrejtőzött eprek között, Izmael követte a csillagoktól sziporkázó hóban, amely mindent megfürdetett víz alatti fényében. Végül ott állt imadáék verandáján, azután a nappaliban, ahol ott ült Hacue, az anyja, az apja, és ahol ő sohasem járt korábban. Hacue mellette ült, közvetlenül mellette, hálóinget és apja régi fürdőköpenyét viselte, a fény végig mosta a haját, zuhatagokban omlott alá a csípőjéig, a férfi a zsebébe nyúlt, Széthajtogatta a Philip Mill Holland szeptember 16-án írt jegyzeteit, és elmagyarázta, mit jelent a gyorsírásos szöveg, és hogy miért jött ide este fél tizenegykor, hogy annyi év után beszéljen az asszonynal. 32. A hírrel semmiképpen sem lehetett fölhívni le Fielding bírót, mert a telefonok süketek voltak a déli parton. Így hát ők négyen, egy csésze zöld teával a kézben, miközben a kájha mormogott és kattogott a sarokban, alkan beszéltek Kabó Miyamoto peréről, amely most napok óta az egyetlen lehetséges téma volt későre járt, a szoba átmelegedett, a kinti világ dermetten fürdött a csillagfényben, és Izmael elmondta Hacóénak, Iszaónak és Fujikónak, hogy mint a seattle bíróság egykori tudósítója nyugodtan megkockáztathatja a feltevést, Philip Milholland feljegyzései arra kényszerítik Fielding bírót, hogy új tárgyalást rendeljen el. A bíró eljárási hiba miatt érvénytelennek fogja nyilvánítani a tárgyalást. Azzóénak eszébe jutott, hogy a serif tanúvallomása szerint találtak egy kávésbögrét az oldalára dőlve, ahogy elmagyarázta, kárhelynek a bínyának padlóján. Ez azt jelenti, mondta, hogy hajóját meghintáztatta egy teherhajó az éjszaka közepén, valami lelökte azt a bögrét, és mivel kar nem vette föl, ugyanannak a valaminek őt magát is be kellett löknie a fedélzetről. Ennek így kellett lennie, ismételgette. Férje perét abba kell hagyniuk. A kiömlött kávé nem sokat bizonyít, figyelmeztette a lányát Fucsikó. Hiszau egyetértően csóválta a fejét. A kiömlött kávénál többre van szükség, jegyezte meg. Kabuó ennél komolyabb dologgal néz szembe. Többre van szüksége egy oldalára fordult kávésbögrénél ahhoz, hogy kikerüljön a börtönből. Fujiko gondosan újra töltötte izma és megkérdezte, hogy van az anyja. Elmondta, hogy mindig nagy megbecsüléssel gondolt a családra. Megdicsérte Izmael újságjának színvonalát. Hozott egy tányér süteményt, és kérlelte, kóstolná meg. Végül egy csecsemőjenya fogni kezdett, tisztán hallották a hangját az egyik hátsó szobából, és Fujiko eltűnt. Izmael valamivel éjfél után távozott, kezet rázott Hisaoval, megköszönte a teát, és kérte, tolmácsolja köszönetét Fujikónak is, azután kiment. Hatszue kikísérte a verandára, gumicsizmáson, kezét mélyen apja fürdőköpenyének zsebébe rejtve, lélegzete páraként gomolygott, beburkolva orrát és arcát. – Izmael! – mondta. – Hálás vagyok! – Nézd! – válaszolta a férfi. – Ha öreg leszel és visszagondolsz ezekre a dolgokra, remélem egy kicsit én is eszedbe jutok. Én... Igen, Bólintott az asszony. Úgy lesz. Közelebb lépett, és miközben a kezét még mindig a zsebébe rejtette, megcsókolta a férfi arcát olyan könnyedén, mint ha suttogna. Keres valakit, akit elvehetsz, mondta. Legyenek gyerekeid, Izmael! Élj! Reggel az anyja azzal keltette hét óra előtt tíz perccel, hogy itt van a gyanúsított felesége, a konyhában várja. Izmael fölkelt, hideg vízzel megmosta az arcát, felöltözött, fogat mosott. Amikor lement, az anyja ott át a tűzhely mellett, Hatszóe pedig az asztalnál kávét ivott, és Izmaelnek, ahogy meglátta, ismét eszébe jutott, milyen puhán csókolta meg tegnap éjjel. – Akarod, hogy ki menjek? – kérdezte Helen a tűzhely mellől. – Természetesen kimegyek, hogy beszélgethessetek. Bemegyünk a dolgozó szobába, felelte Izmael. Miért ne próbálnánk meg a dolgozó szobát, Mrs. Miyamoto? Oda megyünk? Itt meg a kávédat, javasolta az anyja. Mindjárt megcsinálom. Izmael vezetésével bementek a dolgozó szobába. A reggel első fénye, üveges narancsárnyalat, Magasan, távolyan csillogott az ólomkeretes ablakon túl sápadozó sós víz fölött. A rododendronokat elborította a hó, jégcsapok lógtak az ereszről. Mindent magához szorított a fehér csendesség. hacu e hosszú, ragyogó, sötét, vastag varkocsba fonta a haját. Bordás kötésű gyapjú pulóvert, tengerész overált, combigérő halászcsizmát viselt, és most oda állt, hogy megnézze Artur portréját a favágás régi napjaiból. Szakasztott olyan vagy, mint ő, mondta Izmaelnek. Mindig is úgy gondoltam, hogy az apádra hasonlítasz, különösen a szemed. Nem azért jöttél ide a sötétben és a hóban, hogy ilyesmiket mondjál, felelte Izmael. Mi jár a fejedben? Egész éjjel gondolkodtam, Válaszolta Hacue. Emlékszel a férjem vallomására? Azt mondta, kar fölakasztott egy lámpát. Egy petróleumlámpát kötött az árbócára. Azért tette oda, mert kiment az elektromosság. Egy petróleum viharlámpát kötözött föl magasan az árbócára. Hatsue összedörgölte a két kezét, azután könnyedén széttárta őket. Az jutott eszembe, Mondta Izmaelnek: Hogyha az a lámpa még most is fönt van, az nem azt jelenti-e, hogy csak ugyan lemerült az akkumulátora? Tegyük föl, ránézel Karra árbócára, és egy petróleum lámpát látsz odafönt, hogy kabúó mondta. Ez vajon nem mond valamit? Azt, hogy kialudtak a fények, és Kár a féle vészhelyzet intézkedésként felkötött az árbócra egy lámpát? Nem gondolod, hogy ez bizonyít valamit? Izmael apja íróasszalának a peremére támaszkodott, és megvakarta az állát, és gondolkodott. Artmoran jelentésében, amennyire emlékezett, egy szó sem volt petróleumlámpáról magasan odafönt Karl Árbócán, másrészt viszont Art ezt akár el is nézhette. Ilyesmi lehetséges. Minden esetre érdemes utána nézni. Rendben van, bólintott. Menjünk a városba. Menjünk be, nézzük meg. Törött, lehullott ágak, zöld fenyőgajjak, szédrus lombok díszítette, hótól káprázó utakon haladtak a deszotóval. A vihar elmúlt, a Lundgren Road nyugati oldalán öt gyerek állt a domtetőn, szánkók, autóbelsők hevertek a lábuknál, lefelé bámultak a mögöttük levő pályára, egy karcsú, fákkal és alacsony, kopasz, vadszőlős buzottal szegélyezett, tálalakú völgyre. Izmael nyugatnak fordult az indiánk nap Hill Rodon, elhaladtak Masuiék eperföldje, azután torzenék tehenészete, majd Petszi Lárzent mellett. Hatszóe az ölébe tette egy újas kesztyűjét, kezét a fűtőtesthez tartotta. Először a férjemet kellene megkeresnünk, mondta. El kellene mondanunk neki, mi a helyzet. Szeretném megmutatni a parti őrség följegyzéseit. Az esküszék nyolckor ismét összeül, válaszolta Izmael. Ha először kar hajójára vethetnénk egy pillantást, akkor kitálalhatunk a bíróságnak. Lállíthatjuk az egész eljárást. Egyszer s mindenkorra befejezhetjük, mondta. Az asszony egy darabig hallgatott, őt figyelte. Merően nézte Izmaelt, előre húzta a copfját, amely most a pulóverén nyugodott. Te tudtál erről a teherhajóról? mondta végül. Neked ez nem volt újdonság? Egy napja, felelte Izmael. Egy napig töprengtem rajta. Nem tudtam, mihez kezdjek. Hatsue erre nem szólt semmit, a férfi odafordult, hogy lássa, mit jelent ez a csönd. Ne haragudj, mondta. Ez megbocsáthatatlan. Megértem, válaszolta Hatsue. Bólintott, összedörzsölte a kezét, azután kinézett a naptól petyes hóra. Minden olyan tisztának látszik, jegyezte meg. Olyan szép a minden? Igen, Bólintott Izmael. Emiti harborban a serif irodájában Artmuran elektromos hősugárzó mellett gunnyasztott az íróasztalánál. Amikor meglátta, hogy belépnek az ajtón, az íróasztalon lévő tartóba ejtette tollát, fölállt, kezével eltakarta a szemét. Várjanak egy pillanatot, ha találgassak, kérte. Maguk küldetésben vannak. Hatsue elővette a partiőrség jegyzetét, és tenyerével kisimítva lefektette az íróasztal közepére. – Ezt Mr. Chambers fedezte föl? – mondta. – Múlt éjjel hozta el nekem? – És? – Egy terhajó járt arra – folytatta Izmael. – Azon az éjjelen, amikor kár helyne meghalt, egy teherhajó haladt el a hajózó csatorna zátonyai mellett – éppen amikor detektíves dit játszanak? kérdezte Art. Sherlock Holmes, -t? ott van nekünk az a kikötőkötél, meg a halásság akár a vérével. Ezek magukért beszélnek, nem igaz? Mi másra van még szükség? Nézze, Art, mondta Izmael. Javaslom, már amennyiben képes olvasni a gyorsírást, hogy vessen egy pillantást erre. Azt hiszem, legalább annyira érdemes, hogy még egyszer szemügyre vegyek a nem? Hogy lássa, nincs -e valami, ami elsiklott a szeme Art? Ahhoz képest, ami ott hever az íróasztalán. Art biccentett. Egy pillanatra Hacue felé is bólintott, azután visszaült a hősugárzó mellé, és fölvette a partőrség feljegyzéseit. Tudom olvasni a gyorsírást, mondta. A közepe felé tartott, miközben Izmael és Hatsue figyelték, amikor éből Martinson lépett be az ajtón, térdigérő, vízhatlan csizmában, bélelt katonai anorákban, szorosan a fejére húzva az irha csukját. Orra és állam évörösben játszott. Működnek a telefonok, jelentette a serifnek. Most csinálták meg, kb. a felén a szigetnek. A városban és onnan délre van vonal egészen a világító toronyig. Figyelj, felelte a serif. Ide figyelj, éből! Lemegyünk a Bison Conserve gyár dokjához, raktárába. Világos? Te, én, Izmael, a hölgy pedig megvárhat minket egy kávézóban, ahol megreggelizhet. Ugye, eszik valami reggelit? Mert egy kicsit túl közel áll ehhez az egészhez. Már is egy kicsit túl közel került. Nem tetszik ez nekem, világos? Ez az én ügyem, mondta Izmael. Nem az övé. Az egészet én csináltam végig. Mindegy, legyintett Artmuran. Egyen egy kis tojást, Mrs. Miyamoto. Esetleg olvass el az újságokat! Ébül a leheletével melegítette a lakatot, mielőtt kinyitotta volna Szamenszer raktárát. Penészes csűr volt, kátrányjal átitatott fából építették több mint ötven éve. Még a hóviharban is bűzlött a sótól és a kátránytól, tumpában érződött a korhadófa és a dízelolaj szaga. A tengerre szolgáló ajtaja nyitva állt, így a hajók kibe járhattak, miután végeztek a javítással. Bádok teteje visszatartotta a szigeti esőt, két darójával, álványzatával, széles ívben kanyarodó pallóival megfelelő hely volt arra, hogy télidőben itt tatarozzák a hajókat. A legutóbbi két és fél hónapban a serif hivatala kibérelte Arf Sammenzentől, hogy itt őrizzék a Susan Mérit és az Izlandert két szomszédos kikötőhelyen. Le voltak zárva, Abel Martinson, aki a kulcsot a zsebében tartotta, alkalmanként ellenőrizte őket. Erősködött, hogy semmihez sem nyúlt a hajókon. Érintetlenül lebegtek a raktárházban szeptember 17-e óta. Éből szélesre tárta a tengeri ajtót, beáradt a szürke fény. Izmael azonnal a Susan Mary árbolcára nézett, azután a kereszt árbolcra. Egyiken sem lógott lámpa. Bementek Karhelyne hajójának kabinjába. Izmael megállt az ajtóban és kifelé bámult, miközben a serif sorra futtatta végig a zseblámpáját a vősli konzerven a tájoló mellett, a rövid pricsen, a kormánykereken, az akkumulátorok üregén. Ide hallgasson árt! Szólalt meg Izmael. Amikor tanúskodott, említette, hogy egy kávésbögre hevert a földön. Emlékszik? Pontosan hol volt az a bögre? Emlékszik rá, hogy hol volt? Felvettem. felelte Éből Martinson. Itt volt, pontosan a padló közepén. Minden más tiszta és érintetlen, csak a bögrét mozdította el. Amint látta, válaszolta Éből. Semmit sem mozdítottunk meg, csak a bögrét. Fölvettem, gondolom, megszokásból. Valami van a padlón, rendetlenség, fölveszem. Nem tehetek róla. Legközelebb figyelj oda, szólt rá Artmoron. Ha nyomozol, egyáltalán ne nyújj semmihez. Jó, ígérte Éből. Nem teszem. A bögre, mondta Izmael. Egy bögre a padlón. Ez nem sugalja azt, hogy a hajó megbillent? Nincsen más bizonyíték, vágott közbe Artmoran. Ha akkor átbillen a hajó, hogy valaki kiesik belőle, akkor az ember többet vár, mint egy bögrét a padlón. Minden olyan rendes és tiszta. Kimentek, megálltak a kabinajtótól balra. Izmael föl alá jártatta az árbolcon a zseblámpa fényét. Emlékeznek a petróleum lámpa dolgára? kérdezte. Hogy Karl fölakasztott egyet? Maguk vették le? Tartsa még a lámpát, felelte éből. A kereszt árbolc fölé. Maga is felemelte a saját zseblámpáját, így most két fénysugár világította meg az árbócon a hálózsinek darabjainak elvágott végét. Tízszeresen, húszszorosan vetették át az árbócon nyolcas alakban és határozott kézzel, ugyanabban a szögben vágták el. Arra volt akasztva a lámpa, mondta Izmael. Fölakasztott egy lámpát, fölkötötte, mert minden fény kiment. Ezért akasztott föl egy petrólemlámpát. Nem találtunk ide lent petrólemlámpát, közölte Art. Miről beszél? Éből Martinson fölmászott a kabin tetejére, egyik lábát a kéményre tette, és ismét fölfelé világított. Mr. Chamberlain, igaza van, állapította meg. Ide figyelj, mássak föl éből, szólt a serif. Dobd fel magad oda, nézd meg közelebbről, és ne nyújj semmihez. Akkor meg kell tolnia, válaszolta a serif helyettes, miközben zsebre vágta a lámpát. Segítsen elindulni, azután fölmegyek. A serif megtolta a éből Martinzont, aki elindult téli anorákjában a keresztárbóc felé. Egyik karjával átnyalábólta, úgy lógott a billegő hajó árbócán, miközben másik kezével a lámpa után kutatott. Ez itt lehet egy petróleumlámpa akasszója, ahol kidörzsölte a zsineget. Még valami? kérdezte a serif. Látni lehet, hogy a zsineget elvágták, közölte éből. Valaki késsel dolgozott, és hé, van valami más is. Mi ez itt az árbolcon, mintha vér lenne? A kezéről, mondta Izmael. Megvágta a kezét. Benne volt a korbonsznok jelentésében. Vér van az árbolcon és a kereszt is, szólt le Éből. Nem túl sok, de azt hiszem ez vér. Megvágta a kezét, ismételte Izmael. Megvágta a kezét, amikor helyet csinált kabú akkumulátorának. Azután visszakapcsolta az elektromosságot. Majd fölmászott, hogy levegye a lámpát, mert már nem volt többé szüksége rá. A serif helyettes becsúszott és nagyot puffant. Mi ez az egész? kérdezte. Más, mondta Izmel. Emlékeznek Horász vallomására? Azt mondta, Karl egyik zsebében egy gombolyag zsineget talált, az övére pedig egy üres késtok volt erősítve. Emlékszik rá, serif, hogy Horász ezt mondta? Hogy a tok üres és nyitva volt? Egy gombolyag zsineg, meg egy üres késtok. Én fölmászott, hogy levegye a lámpát, mondta Éből. Arra jött a teherhajó, lelőtte az árbolcról. A kés és a lámpa vele együtt zuhant ki a hajóból. Soha se találtuk meg őket, igaz? És állítsd le magad egy percre, Éből! Mordult rá Artmoran. Alig hallom a gondolataimat. Valami fejbe verte, folytatta Éből. A teherhajó hulláma elérte, a hajó megbillent, ő leesett, beverte a fejét valamibe, és kiszuhant a hajóból. Tíz perccel később az árból tövében a baloldali peremen találtak egy kis törést a fában. Három rövid hajszál ágyazódott be a repedésbe, Art Moran kikaparta őket a zsebkésével, és beletette az irat a jogosítványa mellé. Megnézték a szálakat a zseblámpa fényében, azután valamennyien elhallgattak. Ezt el kell vinnünk horászhoz, döntött Art. Ha Karl Heine fejéről származik, akkor a bírónak erről tudnia kell. Tíz órakor Fielding bíró összeült Alvin Huxal és Nels Gudmundsonnal. 10.45-kor az esküdteknek azt mondták, hogy felmentik őket további kötelezettségeik alól, a gyanúsított elleni vádakat ejtették, új bizonyíték került elő. A gyanúsítottat azonnal szabadon engedték, kéz és lábbilincs nélkül jöhetett ki a cellájából, ahol az ajtó mellett megállva hosszasan megcsókolta a feleségét. Izmael Chambers fényképezte őket, a keresőn át figyelte a csókjukat. Azután visszament az irodájába, bekapcsolta a fűtést és papírt tekert az írógépébe. Azután egy darabig csak ült és nézett maga elé. Ismael Chambers igyekezett elképzelni, mi történt valójában. Lehúnyta a szemét, megpróbált mindent világosan látni. A Susan méri tehetetlenül lebegett a vízen, a csavar kirázódott a generátor hajtószíjából szeptember 15-e éjszakáján. Karl helyne türelmetlenül sodródott a folytogató ködben, túl büszke volt ahhoz, hogy csak a ködkörtöt bőgesse, amelyet éppen ilyen esetekre számítva hozott magával, és valószínűleg átkozza bal szerencséjét. Azután meggyújtotta két viharlámpáját, a far zsebébe dugta a zsinek fölkapaszkodott a kereszt árbócig, az ideiglenesen a gumiaverálja hátsó csatjára akasztott lámpával. A hálójavításhoz használt madzaggal könnyedén fölkötötte a petróleumlámpát az árbócra, de még további nyolcasokkal is biztosította, végül szorosan meghúzta és rögzítette. Egy pillanatig lógott, hóna alatt a kereszt árbocszal, tudta, hogy a lámpa semmit sem ér ebben a ködben, ezért magasabbra állította a lángot, mielőtt lemászott volna. Ott állt a fedélzeten, talán hallgatózott a köréje zárult ködben. Lehet, hogy egy idő után fogta a másik petróleumlámpát, és megkereste a szelszámos ládában az 5 8 ados kulcsot, hogy meghúzza a generátor hajtószíját, közben ismét szitkozódott az orra alatt. Hogyan lehetséges, hogy ezt elmulasztotta, nem ellenőrizte magától értetődően, hogyan eshetett ez meg, rendes tengeri medve elejét vette volna, holott ő titokban büszkén tartotta magát igazi jó tengeri medvének. Meghúzta az égszíjat, megnyomta a hüvelykújjával, azután ismét kiment és nekidőlt a baloldali peremnek. Hallgatta a ködöt és a tengert, ahogy a többi hajó elhagyta a zátonyt, kürtjeik szüntelenül szóltak, a víz lágyan csapkodta a hajót, miközben a dagája a sodródva keletnek tartott. Egyik lábát fölemelve állt, a a közelében kezével a kötkörtöt markolta. Valami azt súgta, hogy ne használja a kürtöt jó sokáig, több mint egy óráig vitatkozott magával, csak ugyan megszólaltassa-e, és azon tűnődött, van-e egyáltalán hal a hálójában. Ekkor meghallotta, hogy közelben hajó van, sietség nélkül megszólaltatta a kötkürtöt, és arra felé fordulva hallgatózott. Hatszor érkezett válasz egyre közelebbről, Óráján mérte az időközöket, percenként szóltak a hangok. Amikor száz méterre ért a másik hajó, még egyszer megszólaltatta a kürtöt. Az Izlander tartója teli hallal, és a Susan méri sötéten, holtan lebegve a vízen, petróleumlámpa az árbócán, a kapitány könyökölve támasztja az állát, összetalálkoznak a ködben. Azután kabó a kikötőkötele megfeszül a fedélzeti kötélbakon, olyan hatékony csomókra kötve, amelyeket kar helyne gondolkodás és tétovázás nélkül szokott csinálni. Kicserélnek egy akkumulátort, amely kisé nagynak bizonyul, a kalapálnak egy fémperemet. Karl megvágja a tenyerét, vérkerül kabó halászsákjájára. Végül megegyeznek egymással. Megbeszélik az ügyeket, amelyeket meg kellett beszélniük, és Kabuo tova halad az éjszakában. Kabuo Miyamoto valamivel később, egyedül a tengeren, talán szerencsének tartotta, hogy ilyen körülmények között találkozott Karl helynével. Talán ez volt az a kis szerencse, amelyre olyan régen várt. Álma végre közelebb került, olyan közel, hogy halászás közben nyilván elképzelte az eperföldjét, a gyümölcs illatát, a sorok ránszait a nyár elei érést, a gyerekeket, hatszójét, a boldogságát. Ami a Motó család legidősebb fia, egy szamuráj dédunokája, az első a családban, aki amerikai lett nevében és szívében, nem adta föl azt, ami volt, sohasem mondott le a család földjéről, sohasem tagadta meg igényének jogosságát, az ember jogát, amely nagyobb a gyűlöletnél, a háborúnál, minden kicsinyességnél vagy ellenségeskedésnél. Miközben ilyesmiken gondolkodott, ünnepelte életének hirtelen jó szerencséjét, elképzelte az érő eper illatát, sodródott a sötétben, a ködben, alig hallotta a világító torony halk bőgését, meg az SS korona gőzsípjának másodpercenként erősödő és közeledő hangját. Fél Félmérföldnyivel délebre és nyugatabbra az Izlandertől, ott állt Karhelyne a kabinajtóban, bizonytalankodva hallgatta ugyanazt a sivítást, amely áthatolt a ködön. Kávét főzött magának, egyik kezében fogta a bögrét, a kannát már visszatette a helyére. A hálót kivetette, amennyire látta, megfelelően húzódott mögötte. Most már az összes lámpája ragyogott. A mérő 13 és fél volt töltést mutatott, és a Susan méri energikusan, kitardóan haladt, fényszórója átszúrt a ködön. Hajnali egy óra negyven volt, elég ideje maradt, hogy sok halat fogjon, a kávé ébren tartja addig, míg megtölti a haltartót lazatszal. Karl biztosan hallgatta a rádiót, a világítótorony rádiósának tanácsát, a teherhajó kormányosának pozíciókérését, amikor megtalálta a Lanhidrön szigetet, és eldöntötte, hogy éles kanyart ír le a hajózó csatorna zátonyainál. Igyekezett fülelni a ködben, de saját motorjának zaja minden más hangot elnyomott, le kellett állítania, hogy így sodrodjon tovább ismét állt, hallgatózott, várt. Végül újra szólt a kötkürt, ez alkalommal közelebbről, határozottan közelebbről, ő pedig lecsapta a kávésbögrét az asztalra. Kiment, számított rá, hogy keményen meg fogják rázni, mert a terhajó nyomvonalának nagy hulláma egyenesen rajta fog átmenni, de úgy tűnt, minden le van rögzítve, semmi sem fog túlságosan ugrálni, minden a helyén van kivéve az árbóchoz kötött petróleumlámpát. Egy nagy teherhajó sodorvonalának hulláma darabokra törheti, Karl már látott ilyet. Így fizetett meg finnyás természetéért, kényszeres rendmániájáért. Azért is fizetett, mert az anyjától örökölt egy mérce fukarságot. A vízen sodródott, miközben a korona dübörgött feléje a kötbe borult éjszakában, és úgy képzelte, nem egészen fél perc elég lesz neki, hogy fölkapaszkodjon az árbócra. Hogy megspóroljon egy lámpát. Mit kockáztatott? Akad ember, aki hisz a saját közelgő halálában, vagy egy baleset lehetőségében? Így tehát, mivel az volt, aki az anyja fia finnyás természet, az USS kanton túlélőjeként vértezett a halászbalesetekkel szemben, nagy önbizalommal kapaszkodott föl az árbócra. Mászás közben felszakadt a seb a tenyerén, amely akkor keletkezett, mikor az akkumulátor tartó peremét kalapált a kabó Miyamoto halásság jájával. Most ott lógott vérző tenyérrel, a hóna alá fogva a keresztárbózott, és hallgatózott a ködben, miközben előhúztatokjából a kését. Ismét bőgött a teherhajó kürtje, balról hallatszott a motorok mély zúgása, olyan közelről, hogy Karl összerezzen meglepetésében, azután a pengét rányomta a fonadékra, amelyet néhány órája hurkolt nyolcas alakban. Két ujja közé fogta a petróleum és becsukta a bicska pengéjét. Így kellett lennie, hogy annak az éjszakának a kísérteties esködében meg se látta a vízfalat, amelyet a korona indított feléje. A tenger megemelkedett a köd mögött, és földuzzadt a Susan Méri alatt, a kávésbögre leesett a kabin asztaláról a padlóra, a dőlészszög elég erős volt, hogy lerázza az árbócról a meghökkent embert, aki nem fogta föl, mi történik, és még mindig nem sejtette a saját halálát. Véres kezéből kicsúszott az árbóc, a gumi overál sem tapadt, Szétcsapta a karjait, széttárt ujjai a vízbe, ejtették a bicskát és a lámpát. Azután gyorsan és keményen neki csapódott a szuzan baloldali peremének. Bal füle fölött megnyílt a koponyája, és nehézkesen csobbant alá hullámokba, a víz beszivárgott a karórájába, és egy óra 47-kor megállította. A szuzan méri teljes öt percig táncolt, és miközben fokozatosan megnyugodott, Kapitányának teteme is elnyugodott a lazacfogó hálóban. Ott függött a tenger foszforeszkáló derengésében, lengett és magába gyűjtötte a fényt, hajója pedig égő lámpákkal némán sodortatta magát a a ködben. A vízfal nem állt meg. Futott fél mérföldet, és megemelte az izlandert, kabó is megérezte. Ezután már semmi sem zavarta az útját hajnali kettőig, amikor megtört a Lanhidron sziget partján. A teherhajó sípja és a világító toronykürtje ismét szólt a ködben. Kabuo kivetette a hálóját, kikapcsolta a rádiót, a köd olyan tapintható volt körülötte, mint a vatta, a karhajóján maradt kötél helyére fölszerelt egy másikat, amelyet a fülkében tartott. Talán egy darabig guggolt, még szorító hurkot kötött a kenderkötélre, és hallgatta az elhaladó teherhajó tompa dudálását a víz fölött. Elképzelhetetlenül gyászosan hangzott abban a sűrű ködben, és ahogy erősödött, miközben tovasiklott a teherhajó, még baljósabb lett. A korona még mindig tutulva, észak felől elhaladt mellette, Kabó pedig hallgatta. Talán arra emlékezett ebben a pillanatban, ahogyan az apja eltemette a birtokuk földjébe mindenét, ami japán volt. Vagy talán hatszóira gondolt, meg a gyerekeire és az eperföldre, amelyet egy napon tovább ad nekik. Kelet felé halkulni kezdett a hajó gőzsípja. Időnként rikoltott a világító torony körtje, magasabb, keservesebb hangon. A köd rázárult, elfojtotta, a hajósíp hangja olyan mély volt, mintha nem erről a világról jönne, és nem gőzsíp adná basszus hanguk zűrzavarát, hanem a tengerfenekéről emelkednének föl. Végül összeért a világító torony körtjével, egy pillanatig együtt süvítettek diszonáns fülsértő zúgással. Két percenként szólt a tompa diszonancia a tenger fölött, majd az is elhalt. Kabuomi miamotó hazament, megölelte a feleségét, elmesélte neki, mennyire megváltozott az életük, a világító toronyban vége felé közeledett az éjszakai őrség ideje. Filip Milholland egy iratgyűjtőbe gyömöszölte a följegyzéseit, azután elvonult aludni. Délutánig aludtak a rádióssal Robert Milderrel. Akkor fölébredtek és elhagyták San Pedro szigetét, mert egy másik állomásra helyezték őket. Artmoran pedig foganatosította a letartóztatást. Nohát, gondolta Izmel az írógépe fölé hajolva, miközben az ujjai a billentyűzet fölött tétováztak, végül is nem tudhatjuk meg, mi lüktetett Kabó Miyamoto szívében. Mint ahogy Hatszójét vagy Karhelynéjét sem lehet kiismerni. A másik ember szíve, amíg van benne vágy, örök Izmael neki látott, hogy ezt leírja, és közben mást is megértett, hogy a véletlen uralkodik a világegyetem minden pontján, kivéve az emberi szívet. Vége. Felolvasta Kukus 842.